Sziasztok! Ezt a sorozatot azért hoztuk létre, hogy mikrotikkel kapcsolatos praktikákat mutassunk nektek, egészen az egyszerű alapoktól a bonyolultabb, komplexebb megoldásokig. Remélem élvezni fogjátok, vágjunk bele! Hát ez most egy bonyolultabb megoldás lesz, de igazából egy egyszerű módon fogjuk ezt a bonyolultabb megoldást véghez vinni. A probléma magához a múltik kapcsolódik, illetve a wifihez. hez um, mert hogy van az a vicc, hogy valójában az AP, az, az vagy wireless switch, ami ugye egy Igen, azon nem, le... ez nem így van, így van, Ezt nem szabad elérni. És nem. pontosan a multicast használata az egyik, ami azonnal felborítja ezt az analogiát, hiszen a multicast Kereteknek a továbbítása az nagyon másképp történik egy egyszerű switch mint mondjuk egy wireless IP esetén. Így Mivel az. is van igazán nagy bajunk? Hát azzal, hogy a, amikor megtervezték a, a Wi-Fi protokollját, a, a, a 802.11-et, akkor abban nagyon logikus döntés volt az, hogy hogy, hát a multik azt hogy legyen. Hát a multik azt az, amikor egy valaki beszél és többen hallgatják, hogy lehet ezt a legegyszerűbben megcsinálni. Hát Wi-Fi esetén ugye eleve van ez a. Kb. közepesen bén a half duplex kommunikáció, mi lenne, hogyha az AP azt mondaná, hogy jó, akkor ez egy multicast. Uh, uh csomag lesz, amit, bocsánat, multik keret lesz, amit kiküldök, akkor ezt úgy küldöm ki, hogy mindenki hallhassa. Ugye ezt tudnunk kell, hogy az AP... Hát a mindenki hallja. Mindenki, áh, természetesen mindenki fogja de mindenki értse is. <laughs> Ez mindenki Egyszer szeretnénk, egyszer szeretnénk kiküldeni, hát a az a hihetetlen lényeg, hogy egyszer elmondom, és mégis sokan hallják abban a hálózatban, uh, viszont akkor azt meg kell oldanunk, hogy az összes hozzám csatlakozó kliens ezt az ezt a, a, információt tudja értelmezni, ezért olyan modulációval kell kiküldeni, amit minden kliensért. Na most ugye csatlakozik hozzánk, mind AP-hez számtalan kliens egy hálózatban, 6-8-10 különböző dátarétekkel ilyenkor, ha megfigyelhetek a regisztrációs táblát például, lehet olyan, aki 11 megabittel, lehet aki 6-tal, lehet aki 54 lehet aki egy sokkal, sokkal magasabb dataréttel, mert mondjuk korszerűbb wireless protokollt használ, vagy hát, egy szabványt használ. Mi ezt... az a lehetőség, hogy biztosítani Én tudom, hogy biztosan mindenki megértse és el is jusson hozzá. Basic a legalacsonyabb rétnek a használata. Ez nem sok. Tehát azt tud, ezt kevesen tudják, de 2,4 GHz esetén ez a basic ez 1 megabit per szekundum, 5 GHz esetén pedig 6 megabit per szekundum. Ugye nem kell nagyon magyarázni, hogy a... Elméleti. Tehát az elméleti, azt hozzá kell, hogy tegyük, tehát a valós átvital az még sajnos. Ebben körülbelül a 70%-a ideális környezetben. Tehát amikor nekünk a szuper jó 4x4-es AC 2 vagy AXS -es eszközünk innen egészen föntről 1300 meg 1833 megabit per szekundumos détra létről hirtelen leesik 6 megabit per szekundumra, addig amíg a multikasz forgalom kimegy rajta, az egy Hát egy kis lassulást okoz az adatátvitelben. Ez annyira is el tud menni, hogy ha a forgalmunk lényegében nagyobb, mint ez a basic data rate, akkor el tudja vinni a teljes airtime-ot. A wi esetén van az Airtime-nak a fogalma, mindig a, a aktuális bitrétől függ, hogy hány megabitet tudunk átvinni, az idő az ugye folyamatosan folyik körülöttünk, tehát abban mondjuk, ha meg a másodpercekbe gondolkozunk, akkor ha nekünk az airtime ugye egy másodperc, és egy másodperc alatt akkor elvileg 6 megabitet, vagy elvileg 1 megabitet tudunk átvinni, akkor egy véletlenül oda keveredett multicast IPTV stream, ami mondjuk 2 megabites, az a teljes 2,4 gigás wifi-nket, Abszolút tacsra teszünk. fogja tenni. Hát egy folyamatosan jelenlévő multicast stream, ami mondjuk az AP-nkhez megérkezik, és az a feladat, hogy ezt eljuttassuk, ugye minden klienshez, aki a hálózatban rendelkezésre áll és asszociált. ez bizony le fogja ültetni az ap nek a wireless képességét. Ez úgy néz ki, hogy... és a wifi már megint nem megy. Természetesen nem feltétlenül a legjobb ötlet ezt így csinálni. És amikor a multicast forgalom eljut a, a Wi-Fi AP-nkhez, Ilyen legtöbb esetben nem azért van, mert ezt az emberek így szeretnék, hanem mert olyan eszközt tesznek be, ami nem tud IGMP snoopingot. Tehát a Multicast forgalom, az, elkezd terjedni ilyen broadcast forgalomként a hálózatban, eljut az ap és a hihetetlen, ötletesen meg jól kitalált Multicast delivery, az pontosan ilyen autoimmun betegségként tönkreteszi a wifi-nket. Ezen lehet rám segíteni. Erre van a Multicast helper funkció. Bizonyára észrevettétek már, ha a Mikrotik wireless képességét konfiguráltuk, mondjuk megnyitok egy wireless interfésznek a wireless adatlapját, akkor ott egészen lent valahol a default forward, default authentication, hide SSID és egyéb paraméterek kapcsán találtuk egy kis legördülő menüt, ami a Multicast Helper képességnek a konfigurációra alkalmas, és három üzemmód közül tudtok választani, amivel kettő valójában rokon funkcionalitás, tehát a kikapcsolt állapot, és lesz egy full nevezetű, aminek a szerepe Annyi, hogy a Multicast forgalmat egyszerűen Unicast forgalommá alakítja. Tehát ahelyett, hogy az ap n kihasználva azt, hogy ő egyszer mondja el és mindenki megérti, szépen egyesével minden stationnek unikaszban elmondja azt a forgalmat, amit ő multicastban kapott. Ez annyit jelent, hogy annak a kommunikációnak a, az éppen aktuális stationnek az natív data rétjén tud menni, tehát hogyha az a station az maximális sebességgel csatlakozik, akkor hihetetlen gyorsan ki fog menni, hogyha Alacsonyabb sebességen csatlakozik, de feltételezhetően egy megabitnál ö, több ideig, egy megabitnál magasabb déteréten, akkor annak egy kicsit lassabban megy ki, de annak is ki fog menni. Így effektíve több üzenetet küld ki az AP, de mégis rövidebb airtime-ot használ el, ezért szóval több marad a rendes kommunikációra. Van még egy másik speciális eset, hogyha fordított irányból vizsgálnánk ezt a helyzetet hogy mondjuk egy stationünk mögül irányuló Multicast forgalmat szeretnénk eljuttatni a rendszerünkbe. Ez is egy speciális problémát és egy speciális viselkedés szül a esetén, ugyanis a stationünk az AP felé mindig Unicast keretekkel kommunikál, és Unicast módon küldi a, Multicastot, ami mondhatjuk, hogy jó, hiszen mindig a, a maximális az éppen rendelkezéssel álló data történik. Viszont ebben az esetben, ugye, mivel az AP Hivatott arra, hogy a többi kliensünket is ellássa ezekkel a broadcast vagy multicast típusú információkkal, ezért az AP ilyenkor ugyancsak ezt a viselkedést fogja betartani, hogy a kapott keretet a többieknek megint a legalacsonyabb data réten fogja elküldeni egyszeres küldési lehetőséggel. Persze ilyenkor használható megint ez a, a multicast helper arra, hogy ezt a problémát feloldjuk. Ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy megemeljük a, a basic rétet magasabbra, ezzel viszont adott esetben kizárunk eszközöket a hálózatból. De ezt is lehet mondani, hogy lehet, hogy aki nem tudhat 6 megabites basic csinálni, azért nem is kár. De... Hát, <laughs> legalább hogy 24 megabitre fölcsavarni, azt hiszem, hogy GA szabvány esetén az már egy elfogadható átviteli sebesség én ilyen nem már sokszor találkoztam, hogy szemmel láthatólag ez a, ez a dolog, ez, ez, így nem á, szúr szemet senkinek. Úgy szokták észrevenni az emberek, hogy amikor valaki elkezdi nézni a tévét, akkor megáll a wifi. Ez pontosan emiatt van. Ha múltik IPTV szolgáltatás veszünk igénybe, és az kontrollálatlanul terjed a hálózatunkba, eléri az ap nket és azon nincsen ilyen funkció bekapcsolva, mert adott esetben az AP nem támogatja, vagy, vagy egyszerűen csak nem tudjuk, hogy ilyen létezik, akkor sajnos ez így jelentkezik, hogy a wifi sávszélességünk drasztikusan le fog csökkenni, amit a családtagjaink úgy, intér, úgy értelmeznek, hogy már megint nincs internet. És jellemzően azzal van összefüggésben, hogy valaki tévét néz a laptopján. Másik probléma, ami elő, elő szokott kerülni, és jellemzően inkább a pont-pont összeköttetések világát ö, súlyosbítja, az ugyanez, ugyanebből az analógiából, ugyanebből a problémából jön, hogy az AP, illetve a Station másféle címzéssel küldi a Multicast kereteket az éteren keresztül, amikor valamilyen pont-pont összeköttetést készítünk. És azt tapasztaljuk, hogy ha AP irányából jön a Multicast, akkor mindig egy kicsit lassabb, vagy jócskán lassabb, míg hogyha mondjuk a Station modul rádiónk felől érkezik, akkor pedig sokkal gyorsabb a helyzet. Erre szintén ugyanaz a megoldás, használni kell a Multicast Helpert, vagy képzeld a 802.11-ben is van erre egy orvosság az eredeti vanilla protokollban, mégpedig a VDS-nek a használata, ugyanis hogyha VDS-t használunk egy ilyen összekötetés esetén, és nem engedjük, hogy magát az AP interfészt elérje a Multicast keret, akkor az szintén Unicast módon kerül kiküldésre. Így van. Ezzel valójában feloldható ez a probléma, úgyhogy akik esetleg Multicast videórendszereket pont-pont összekötetéseken akarnak átvinni, VDS mód erősen javasolt. Természetesen a legjobb megoldás mégiscsak az, hogyha olyan Layer 2 -es eszközöket használtok, amik képesek IGMP snoopingra, és nem ész nélkül továbbítják a multicast forgalmat lényegében broadcastként, és ezzel eleve megelőzzük azt a problémát, hogy a multicast forgalom oda eljusson, ahol egyébként nincs is rá szükség. Hát azért valljuk be, nem ilyen egyszerű minden esetben, mert azért egy IGMP snooping képes switchhez mindig kell egy query is. Így van. De ezt majd egy következő sort részben elmagyarázzuk.